Rendhagyó szabadtéri fotókiállítás nyílt a megyeháza előkertjében. A tárlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság rendezte. A képek az értéktárban szereplő épített és természeti örökséget mutatják be. A megyeháza előtt egy három kiállítási anyag, amely szintén a megyei értékekre fókuszál, a megyei értéktárban szereplő értékekre. Egyrészt a szatmári és beregi középkori templomok kiállítási tablói, másrészt a természeti értékek bemutatása látható itt, harmadrészt pedig a kastélyok kúriák, amelyek szintén a megyei értéktárnak a részét képezik. Ezek mind-mind most egy időszaki kiállítás keretében itt láthatóak. Az időszaki tárlat mellett a megyeháza épületében állandó kiállítás is nyílt. Itt a megfakult képek helyére kerültek az új alkotások. Az Agrárminisztérium majd 4 millió forintos pályázati keretéből valósult meg ez a megújult tablókiállítás, és a megyeházán pedig a ugyancsak megújult képek, több mint 30 évesek voltak a korábbi fotók, amelyek a megyeháza folyosóit díszítették. Megfakultak minden értelemben, kiszívta őket a nap, tehát aktuális volt a cseréjük, és azt gondolom, hogy egy teljes egészében megújult, nem csak fiatalabbak ezek a képek, hanem más szemléletűek. Az alkotó Csutkai Csaba fotóművész, akinek több évtizedek küldetése és hivatása, hogy a megye értékeit megörökítse. Én hiszem azt, hogy fel kell készülni egy-egy dologból. Nem vagyok művészettörténész, nem tudom ezeket olyan szakszerűen, ezért fényképezem le és örökítem meg. És akárhányszor megyek, akármikor nézem, mindig látok ezekben a épített örökségeinkben olyan motívumot, hogy na ezt még miért nem láttam? Ez azt jelenti, hogy kimeríthetetlen inspirációt tudnak adni ezek az értékeink is, és ezt nekem meg kell mutatni. A szabadtéri tárlaton a műemlék fényképek mellett montázsok is láthatók, melyek Csutkai Márton alkotásai. Az időszaki kiállítás anyagát az értéktárbizottság más rendezvények számára is elérhetővé teszi.